Kodufejlesztő központban Szegeden. Az itt dolgozók tudják, hogy mennyire fontos a gyermek életében az első három év, különösen, ha az átlagostól valamiben eltér a fejlődése. A központ 20 éve szülők kezdeményezésére jött létre 6 gyermekkel. Ma a pedagógiai szakszolgálatként működő Oduba évente 150-en járnak csak korai fejlesztésre, de van például nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás is. Több terem nyílik egymásból, mindenhol padlószőnyeg van, be vannak rendezve az akadálypályák a gyerekeknek a fejlesztéshez. Ebben a teremben van egy kis híd, lépőkő, hullámos ösvény, billenőpad, átlépő akadály, függőhíd. Futó Gabriella, a Szegedi Odu Központ intézmény vezetője. Jól felszerelt az intézmény, alapítványi fenntartásban működünk, de az Emmivel van szerződésünk, tehát kizárólagos feladatellátók vagyunk korai fejlesztésre. És területén Szegeden. Az alapítványi forma meg lehetővé teszi számunkra azt, hogy pályázzunk, illetve vannak támogatóink. Szia, Bella! Ide fogunk ülni. Bella 18 hónapos volt, Down-szindrómás, és gyakorlatilag 3-4 hónapos kora óta járunk már ide korai fejlesztésre. Itt egy komplex fejlesztést kap az Oduban. Gabriella éppen kis színes szivacs pamacsokat adott Bellának, hogy azokat tegye be egy kis lyukon egy dobozba. Igen. Ugye most már Bellának a fogó képességét, apró dolgokat, kis ujjai jól, hogy tud megfogni, rácsippenteni, és aztán ugye betenni egy viszonylag apró helyre. Tehát ez már a finom a mozgásoknak a fejlesztése. Hetente kétszer jövünk ide, kétszer 45 percet töltünk itt, de hogy maga a fejlesztése, vagy a fejlődése Bellának, az ettől komplexebb. Mi itt szülők, amit itt látunk, azt otthon fel tudjuk használni. De tulajdonképpen semmi nagy mágikus dolog nem történik, csak ugye az ő esetükben koncentráltan figyelni kell néhány olyan dologra, ahol lemaradhatnak a fejlődésben. Két testvére Bellának, ők mekkorák? Legnagyobbik kisfiam, ő 7 éves, ő elsős az iskolába, a középső, ő pedig 3,5 éves, ő most kezdte az óvodát. Ugye Belláról születése után derült csak ki, hogy Down-szindrómával fogja leélni az életét, és igazából már amikor csak a gyanú felvetült, akkor én már elkezdtem keresgélni minden irányban, és akkor így jutottam el az Oduhoz is. Akkorra már utána olvastam, hogy a korai fejlesztés az mennyire fontos, hogy minden korábban elkezdjük. Közben itt repülnek a golyók. Azért ülünk ezen a hengeren, mert ez egy nagyon jó kis dinamikus felület. Itt egy picit közben tudom mozgatni. Kipi, kopi, kalapát. Átbeszéltük azt, hogy meddig tudnak ők nekem segíteni, meddig fogják követni a Bellát, milyen dolgokban tudnak nekem segíteni, és itt a szülő és a fejlesztő pedagógus kapcsolata is jó kell, hogy legyen, hiszen tulajdonképpen meg kell nyílnunk azért egy kicsit, el kell mondanunk, hogy milyen problémákkal szembesülünk, és akkor ezt megpróbáljuk orvosolni. Foglalkoznak azzal is, hogy akkor a család hogyan működik, van-e ott valami probléma, amit szintén fel kell oldani, de muszáj például néha az étkezésről beszélnünk, ami náluk szintén problémát okoz, mert kihatással van a fejlődésére. És akkor együtt tudunk ötletelni, tippeket adnak nekünk, hogy hogyan tudjuk ezeket átlépni. Ilyenkor azért sok múlik azon, hogy a kisgyerek meg a fejlesztő között van-e összhang. Az összhangon nagyon sokat dolgozunk. Az összhang az nálunk nagyon fontos, van úgy, hogy hónapokig gyúrjuk az összhangot, hogy meglegyen, és tényleg azt szoktam mondani, hogy mi annak örülünk, 3 éves korukig járhatnak hozzánk a gyermekek az intézménybe, akkor örülünk, hogyha sírva mennek, és nem akkor, ha sírva jönnek. Futó Gabriella, az Odu Központ vezetője, gyógytornász, gyógypedagógus. 20 éve létezik ez a központ itt Szegeden. Minden olyan kisgyerek, akinek fejlesztésre van szüksége, 3 éves kor alatt megfordul önöknél? Korai felismerés az utóbbi időben egy nagyon-nagyon fontos célkitűzés ebben az életszakaszban.
Azt nem mondanám, hogy minden kisgyermek megfordul nálunk, de törekszünk rá, hogy minél többen, akiknek szükségük van ilyen típusú ellátásra, megtaláljanak minket. Mennyire tudják megismertetni a szülőkkel azt, hogy mit kell figyelni, mikor kell szakemberhez fordulni? Az utóbbi időben a szakembereket is képezték, és a szülőket is. Több nagy országos projekt fókuszált arra, hogy minél inkább megismerjék a szülők is a korai tüneteket, az eltérő fejlődésmenetnek az első jeleit. Legutóbb például ilyen volt gyermekút projekt, ahol szülők, szakemberek egyaránt tájékozódhattak arról, hogy milyen tünetek jelenthetnek eltérő fejlődésmenetet. És ez a szülőedukációs folyamat, ez azt eredményezte, hogy a szülők egyre kompetensebbek abban, hogy észrevegyék az első gyanújeleket a gyermekük esetében, illetve a védőnök nagyon jó partnereink, a házi gyermekorvosok, akik rendszeres szülővizsgálatok keretei között figyelik a kisgyermekeknek a fejlődését, és hogyha eltérést találnak, akkor itt a környékben már ismerik az intézményünket annyira, hogy átirányítják hozzánk állapotfelmérésre. Az intézményünk biztosít egy nem hivatalos állapotfelmérést, ami nagyon könnyen elérhető és hozzáférhető, nem kell hozzá beutaló, csupán egy online kérdőívet kell a családoknak kitölteni, és az alapján, az ott megadott adatok alapján mi visszahívjuk őket, és felveszük velük a kapcsolatot. És milyen gyorsan lehet itt időpontot kapni állapotfelmérésre? Van várólistánk, nem mondom azt, hogy ha ma megérkezik valakinek a kérdőíve, akkor jövő héten sorra kerül. 2-3 hét törekszünk rá, és a nyári szünet előtt úgy szoktunk elmenni szabadságra, hogy akinek a kérdőíve beérkezik hozzánk, ott mindenkit be tudjunk hívni. Nem hivatalos szakértői vélemény, amit itt kapnak a szülők, de kapnak egy útmutatást. Kell-e foglalkozni a gyermekkel, és ha igen, akkor milyen irányban? Igen, az állapotfelmérés eredményéről mindig írásban tájékoztatjuk a családokat, illetve az állapotfelmérés végén kapnak egy szóbeli visszacsatolást arra vonatkozóan, hogy jogos-e az aggodalmuk, látunk-e eltérést, szükségük van-e fejlesztésre, vagy pedig azt látjuk, hogy még egy kis időre van szüksége a gyermeknek, és elképzelhető, hogy egy otthoni segítségadással, tanácsadással megoldódhat a probléma, akkor visszahívjuk őket kontrollvizsgálatra. Ha pedig tényleg beigazolódik az, hogy jogos az aggodalmuk, akkor elmondjuk nekik, hogy hogyan kerülhetnek hozzánk fejlesztésre. A fő vezető tevékenységünk az mindig is a korai fejlesztés volt. Ezt biztosítjuk Szegeden és vonzás körzetekben élő családok számára, akik hozzánk fordulnak, érvényes jogosultsággal rendelkeznek, ez azt jelenti, hogy vagy szakorvosi papírjuk van, vagy pedig a szakértői bizottságnak a javaslata, őket mi igyekszünk ellátni. Minden területről vannak szakembereink, gyógypedagógusok, látássérült gyermekeket, hallássérült gyerekeket is ellátunk, illetve dolgoznak még nálunk pszichológusok és gyógytornászok. Nagyon sok helyen nincs elég szakember. Örömmel mondhatom, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van elég szakemberünk. Van némi fluktuáció évről évre. Itt Szegeden a Szegedi Tudományegyetemen folyik gyógytornászképzés és gyógypedagógus képzés, úgyhogy több szakemberünk úgy kerül hozzánk, hogy nálunk tölti a gyakorlatát gyógypedagógus hallgatóként, és annyira megtetszik neki a terület, hogyha lehetőségünk van éppen bővíteni, akkor fel tudjuk venni. Bogival, kislányával jött ide az adóközpontba. Bogi mennyi idős most? 2,5 éves lesz. Gyógypedagógiára jöttünk. Mi történik itt egy-egy alkalommal? Különböző fejlesztések vannak, mozgásfejlesztés, figyelemfejlesztés, kirakóznak, fűzünk, rajzolunk, festenek. Mi heti egyszer járunk. Miért van szüksége Boginak erre a fejlesztésre? Bogi az beszédileg le van maradva. A korához képest 12 hónapot állapítottak meg, mozgásilag 18 hónapot. 18 hónapos volt akkor, mikor javasolták nekünk, hogy jó lenne fejlesztést. Mi a doktornőnek, akihez járunk, mi jeleztük ezt 8 hónaposan, hogy a Bogival probléma van. Nem úgy fejlődik, mint a testvére. Sajnos mi azt a választ kap,
kaptuk, hogy ne hasonlítsuk a két gyerkőcöt össze. De minket nem hagyott ez nyugodni, tudtuk, hogy valami baj van. És akkor így mentünk utána, és akkor áprilisban visszakerültünk a doktornőhöz, már csak telefonon lehetett a COVID miatt beszélgetni. Most már személyesen találkoztunk, és akkor mondta, hogy igazunk volt. Tényleg le van maradva. Onnantól kezdve minden folyamat elindult, a diabetológus, gasztroenterológus, mozgásfejlesztés. Most járunk TSMT-tornára jelen pillanatban. Elkezdtük a Oduba a mozgásfejlesztést és a gyógypedagógiát. Ezek szerint van testvére Boginak, ő mennyi idős? Igen, van egy nővére, 5 éves. Ő is koraszülött volt, mint a Bogi. Bogi is koraszülött. Igen, mind a ketten koraszülöttek voltak, csak a Bogi hamarabb született, és neki volt 2 hipertomiája. Sajnos egy picikét sérült az agy, mert nem kapott elég oxigént, de azt mondták, hogy helyrehozható fejlesztésekkel. Most én, ahogy látom, egyre jobban haladunk előre, mert most már elkezdtünk beszélni, és egyre több szót mond, és most már 2 szót is próbál összerakni mondatba. Igazából önnek már a születéskor mondták, hogy itt szükség lesz fejlesztésre. Nem a születéskor mondták, hanem mikor jeleztük a doktornőnek, és oda kerültünk személyesen áprilisba hozzá, 2021-ben, akkor mondták, hogy nekünk szükségünk van fejlesztésre. Nem mondták, hogy itt figyelni kell? Nem, semmit nem mondtak. Sajnos a COVID miatt sok helyre nem jutottunk el. Már több mint egy éve járnak ide. Igen, igen. Mozgása hogy alakult Boginak, hogy változott? Egyre jobban, egyre bátrabb, határozottabb. Ő egy zárkózott csajszi, de határozott, mert tudja, hogy mit szeretne, és azt el is éri. Most látom, hogy éppen egy halacska van Bogi kezében, az előbb összerakott egy autót, 2 részes kirakókat, nagyon flottul összeilleszti. Melyik legyen a következő Bogi? Melyiket választod, a sárgát? Mi lesz az? Oda néz, mik ezek? Mi lesz annak a párja? Azaz. Ki ez? Ez ki lett? Kutyus, igen. Bogi most már nagyon szépen mondja a szavaknak az első szótagját. Így indul a beszéd, és nála ez most már gyönyörűen elkezdődött, sőt, 2 elemet is összekapcsol. Ez azt jelenti, hogy a nyelvtan is fejlődik nála. A nagy mozgásra egyre ügyesebb, a finom motorikája, anyukájával nagyon-nagyon sokat kézműveskednek otthon. Nem csak az itteni fejlesztések vannak rá nagyon jó hatással, hanem hogy azért otthon anyától és a tesótól is nagyon-nagyon jó hatással van rá mindenki. Kuticek Lédi Orsolya, gyógypedagógus, logopédus. A gyógypedagógusnak nagyon sok eszköze van, nagyon sok játék, nagyon sok módszer. Az hogy dől el, hogy melyik gyermeknél mire van szükség? Szerintem ez a legnehezebb része, mert valóban itt van egy csomó játék, és ha valaki ide becsöppen, akkor azt látja, hogy tulajdonképpen mi játszunk egész órán. De tényleg az a titka az egésznek, hogy az adott gyerkőcnek milyen játékokat kínálunk fel. És hát ez gyakorlatilag úgy történik, hogy az első pár óra, amit együtt töltünk, az tulajdonképpen különféle játékok random felajánlása, és ebből az első pár alkalomból kezdünk el építkezni, és látjuk azt, hogy neki mi az erőssége, és mi az, amiben ő segítségre szorul. Nyilván az erősségekre építünk, mert ami neki jól megy, azt szívesen csinálja. Amiben az ember kevésbé sikeres, azt meg szereti elkerülni. És akkor mindig próbálunk azokra építeni, ami neki megy, ami húzza előre, és mindig becsempészünk olyan elemeket, ami neki kicsit nehézséget okoz. 1, 2, 3, 4, te kis cipő, hová mégy? Kip, kop, kopogok, hazafelé indulok. Mi dolga van egy fejlesztőközpontban, egy korai fejlesztőközpontban egy pszichológusnak? Sós Éva, a Szegedi Odú Központ klinikai szakpszichológusa. Akik hozzánk járnak fejlesztésre, van egy ilyen lehetőség, van egy nevelési tanácsadó része az Odúnak. A családok igényelhetik a nevelési tanácsadást, illetve hogyha valaki vizsgálatra jelentkezik hozzánk, akkor ők is kérhetnek nevelési tanácsadást. Az a gyakorlat, hogy egy 6 alkalmas tanácsadás van a családok számára. Ezt a szülő kéri, és hát ebben a 6 alkalomban így körvonalazódik a probléma. Itt jellemzően a szülővel foglalkozunk, a szülő kér segítséget, van, hogy a kisgyermekkel így csak áttételesen találkozunk, vagy csak egy fejlesztő foglalkozáson megnézzük, de igazából azokat a problémákat próbáljuk segíteni és kísérni, amikkel ők érkeznek. Például gondolok itt ilyenre, akár egy alvási, egy étkezési nehézség,
nehézség, egy ürítési nehézség, tehát vannak ilyen nevezett regulációs zavarok ilyen pici korban, és ezeket próbáljuk megtámogatni, és ennek a hátterét próbáljuk felkutatni, és segíteni a családokat, hogy ez megoldódjon. Olyan problémákkal is fordulnak önhöz, amikor nehéz elfogadniuk a szülőknek, hogy valamilyen hátránya, valamilyen nehézséggel küzd a gyermekük? Hogyha a családba érkezik egy gyermek, aki nem tipikus fejlődéssel, késik a beszéd, késik a mozgás, akkor az alapból egy frusztrációt indít el. Normál esetben is nagyon sok szorongással láthatott egy ilyen idős, kicsi gyermeknek a nevelése. Amikor pedig kiderül, hogy van valami probléma, valami kézzelfogható dolog, például egy diagnózist kapnak, hát nyilván az hideg zuhanyként érheti a családot, és van, hogy abszolút lezár a szülő. Ilyenkor érdemes, ilyenkor sokszor egyébként ugye mi teambe dolgozunk a kollégákkal, és nagyon sokszor történik az meg, hogy maga a kolléga jelez, hogy hát lehet, hogy itt érdemes lenne a szülőnek egy pszichés segítség, megsegítés is, azért, hogy neki tudjon indulni a terápiának. Tehát addig ugye lezárnak, bezárkózik a saját világukban, nyilván elindul egy gyászfolyamat. Akár végig mehetnek tipikusan a gyászoló állapotokon, és hát ez az állapot, ezért ez egy beszűkült állapot, amikor nem feltétlenül képes úgy az ember segíteni, jelen lenni, ahogy az a legoptimálisabb lenne. Ilyenkor egy ilyen segítő beszélgetés, akár egy ilyen páralkalmas támogatás az nagyon sokat tud ezen lendíteni, és hát igazából tovább tudnak lépni. Hallod? Hallom. Igen, megmutattad a néninek a méhecskét. Ügyes vagy. Látom, hogy van egy kis hallókészüléke. Kokleális implantátum ma van a kislányomnak. Állathangokat mutatott, színeket gyakorolták a halacskán. Így néz ki egy ilyen hallásfejlesztő foglalkozás, vagy minden gyereknél más. Andróczki Patus Anita, szurdopedagógus, logopédus. Hát alapvetően minden gyereknél más, mindenkinek az életkorához, meg az érdeklődési köréhez próbáljuk az órákat kitalálni. Mindig komplex egy foglalkozás. Minden területre próbálunk odafigyelni, akár nagy mozgásos elemeket is hozunk be, még egy ilyen kis terembe is, amiben vagyunk. Egy kis beszédindítás, egy kis hallásnevelés volt ebben a foglalkozásban. Próbáljuk tényleg nagyon így a játékokba zártan átadni azt a tudást, amiért jöttek. Mert hogy itt ugye fejlesztés történik, de anélkül nem jönnek a gyerekek, és nem csinálják, hogyha ők ezt nem élvezik. Igen, 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 ez a kulcs, élmény legyen számukra. A szülőket is bevonjuk, a szülőnek van itt a legnagyobb kompetenciája a saját gyerekével kapcsolatosan, tehát hogy ezt mindig kihasználjuk, hogy a szülő érzi és érti a gyerekét a legjobban, és mi kicsit terelgetjük ezen az úton, hogy minél kompetensebb szülőnek érezze magát. Az Odu Központ 20 évvel ezelőtt szülői kezdeményezésre jött létre. Máig fenntartója a Korinta Alapítvány. Az alapítvány elnöke Magyar Adél, főiskolai docens, gyógypedagógus, logopédus. Szegeden akkor már 1993 óta bölcsődei csoportban elláttunk fogyatékos gyerekeket. Azonban ez valóban csak annak a 9 kisgyereknek és 9 családnak nyújtott korai fejlesztést, illetve ilyen jellegű komplex ellátást, hiszen ott konduktor, gyógytornász, gyógypedagógus munkatársakkal dolgoztunk. Mi pedig láttuk azt, hogy a városban sokkal nagyobb igény van arra, hogy a családok a kisgyerekeikkel minél korábban, minél összetettebb ellátásban részesülhessenek. Ezért szükség volt arra, hogy az alapítvány bázisán létrejöjjön egy olyan intézmény, ami ambuláns keretek közt ellátja ezeket a gyerekeket és segítséget nyújt a családoknak. Ma már sok helyről halljuk azt, hogy nem mindegy, hogy mi történik a kisgyerekkel, az életének az első 3 évében, hogy nagyon fontos, hogy bármilyen elmaradás van, akkor ezt minél hamarabb észrevegyük. Ez a 90-es években is ennyire egyértelmű volt, önök ezt már akkor ennyire fontosnak tartották? Igen, én gyógypedagógus vagyok, és erről tudok beszélni. A képzésünkben nagyon korán, a 80-as évek második felében tudatosan megjelent ez a fajta komplex szemlélet, illetve az a rehabilitáció, hogy az arra való törekvés, hogy az eltérő fejlődésmenetű gyermekek ellátására
változása ne csak az egészségügy keretein belül egy medikális szemléletű rehabilitációban történjen meg, hanem azért, hogy a családok a társadalom egészséges szövetében megmaradjanak, hogy a szülők kompetenciái változatlanok legyenek, hogy férj, apa, anya, feleség, szülő maradhassanak meg, ehhez sokkal többre van szükség, mint esetleg egy koraszülött utógondozás protokollja, vagy terápiás ellátások összessége. Ezért kellett, hogy kilépjen ez az ellátás az egészségügy kereteiből. Egy évben hány gyermek fordul meg itt a központban? Futó Gabriella, a Szegedi Odu Központ intézményvezetője. A működési engedélyünket éppen tavaly bővítettük 150 főre korai fejlesztésben. Logopédiai ellátást maximum 110 gyerek számára tudunk biztosítani, míg nevelési tanácsadást 90 gyermek számára tudunk biztosítani. Érdekességként hadd mondjam el, hogy 20 évvel ezelőtt indult az intézmény 2002-ben, és akkor korai fejlesztésben 6 gyermeket részesítettünk szeptember 1-én, 6 szakértői papírral rendelkező kisgyermekkel nyitotta meg az intézmény a kapuit. Nem csak a hivatalos fejlesztéseket tartják meg a gyerekeknek, hanem programokat is szerveznek a családoknak. Nagyon fontos az, hogy a kora gyermekkori intervenciós ellátásban a családra is fókuszáljunk, és olyan programokat próbálunk szervezni tudatosan a tanév során, amelyben már nem csak a szülőt gyermekpárost szólítjuk meg, hanem a család többi részét is, a testvéreket, illetve az apákat, nagyszülőket, hogy együtt vegyenek részt ezeken a rendezvényeinken. Ez a tanév végén rendszeresen vadasparkot látogatunk, de kapcsolódik egy farsangi mulatsághoz. Mikulás karácsony környékén pedig ezeket a téli ünnepeket szoktuk családi rendezvény formában megtartani. Műsorunkban a Szegedi Odu Fejlesztő Központban jártunk.